Festményeket, számítógépes grafikákat és egyéb kézműves alkotásokat tekinthettek meg a látogatók a Humán Szolgáltató Központ alkotói kiállításán. Gréci Félegyházi Gyöngyvért, a Szekszárdi Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnökét nagy örömmel töltötte el, hogy ennyi művet készítettek a pályázók. Elnézni ezeket az alkotásokat, nekem az jutott először az eszembe, hogy a művészet szinonimája leginkább a csodálat vagy a varázslat szavak lehetnének, hiszen ezek az alkotások csodák ezreit indítják útnak. Az első akkor születik, amikor a művész leül a festővászon vagy a rajzlap elé, és a külvilág megszűnik körülötte. Hogy angyalok vagy tündérik vezetik a kezét, vagy a kezében lévő ceruzát, krétát, ecsetet, azt nem tudom, de egy olyan alkotás jön létre, ami minden szemlélőben más érzetet kelt, és a nézők számától függően újabb és újabb csodát hoz létre. A legutolsó kiállításon, amit megtekintettem, egy hatalmas festményen elrejtve rátaláltam egy vitorlásra. A művész úr döbbenten hallgatta, hogy mit fedeztem fel az alkotásán, és járta körbe velem az alkotást, mert ő se tárgyat, se hajót nem ábrázolt a képen. Csak az én szemem teremtette oda azt. Kívánom a művészeknek, hogy sokszor élhessék át az alkotás örömét, és varázsoljanak tovább a vásznon és a lelkünkben is. Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humán Szolgáltató Központ intézmény vezetője elmondta, a kollégák lelkesedésének köszönhetően többféle foglalkozást tudtak szervezni a rászorulóknak. Egy pályázati program zárul, illetve egy pályázati programnak egy része, mert a Humán Szolgáltató Központ a Rubeus Egyesülete most már több évre visszamenőleg pályázatot valósít meg, és ebben volt mód és lehetőség, mert Szabó Aléz, aki ennek az egész pályázati programnak a szakmai vezetője, kitalálta, hogy ilyen művészeti foglalkozást, illetve háztartásvezetéshez kapcsolódó foglalkozásokat szervezzünk, és erre ugye nekünk itt nagyon klassz kollégáink vannak, akik mindenféle ilyen művészeti, háztartásvezetési vénával megáldottak, éppen ezért hát kitalálta azt, hogy ilyen foglalkozások is legyenek, és ezeknek a foglalkozásoknak a keretén belül történtek a különböző alkotások, amit itt a folyosón láthatnak, és ugye ezt is kitaláltuk, hogy ennek legyen egy ilyen ünnepélyes megnyitója, hogy csináljunk akkor egy galériát. Tulajdonképpen ugye így a foglalkozások során különböző technikákkal, módszerekkel ismerkedhettek meg, és ebben mindig volt egyrészt maga az alkotás, másrészt pedig valamiféle önismeret is, hiszen saját alkotásukat, akár egy se egy történet kapcsán ezekkel a módszerekkel kifestették, kirajzolták, és egy csomó mindent csináltak, úgyhogy igazándiból az volt a középpontban, hogy hát egyrészt az alkotás maga, másrészt pedig az önismeret, tehát mindig volt valamiféle mögöttes szándék is a foglalkozások során. A kiállításon látássérültek által készített alkotások is megtekinthetők. Ami visszajelzés volt, meg ugye így az alkotásokból is lehetett látni, hogy nagyon örültek neki, nagyon sokat beszéltek róla, és hát egyébként majd lehet látni, hogy vannak olyanok, akik folyamatosan minden foglalkozáson részt vettek, mert hogy ugye ez nyitott volt, tehát nem volt muszáj ezen folyamatosan részt venni, de volt, aki minden foglalkozásra eljött, és minden foglalkozáson alkotott. Egyébként még, hogyha érdekes lehet, hogy maga ez az egész Rubeus program, amelynek azt a címet adtuk, hogy Napos Oldal, ugye itt a szakemberek hogyan tudnak segíteni a családoknak, gyermekeknek, és ebben nagyon sok minden volt. Tehát volt a művészeti foglalkozás, a háztartás vezetés, de volt egy játék foglalkozásunk, ami folyamatosan működött, hiszen az is, hogy egyáltalán családok hogyan tudnak egymással kommunikálni, beszélgetni, játszani, mert hogy ugye maga a játék is nagyon-nagyon összehozta a családokat, gyerekeket, testvéreket, szülőket, gyerekeket, tehát hogy ez maga az egész program azért ez komplex volt, és különböző
elemei voltak, vagy részei, mint ahogy a művészeti foglalkozás is. Igazándiból bárki. Tehát, hogy nem csak gyermekek, hanem ahogy majd látni fogják, hogy felnőttek is részt vettek ezen a foglalkozáson. Volt úgy, hogy anyuka a gyermekével folyamatosan, de volt, hogy csak felnőtt, vagy ugye csak gyermek. Tehát igazándiból nincs korhatár, aki alkotni szeretne és hajlandó ezeken részt venni, az mindenkinek lehet. Azt gondolom, hogy mindig minden lehetőséget nekünk így szociális munkásoknak vagy szociális szakembereknek ki kell használni, hogy hogyan tudunk segíteni, és hogyan tudunk egy olyan oldalt megmutatni, amivel hát megismerheti jobban önmagát bárki, kibontakozhat, és rájöhet arra, hogy éppenséggel neki van valamiben tehetsége, vagy nincs egyedül, tehát hogy a lehetőségek tárházát megmutatni. A kiállítást július 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Humánszolgáltató Központ aulájában.